Vegye kezdetét, srácok, immáron a 19. Diablós stream mióta kint van a Diablo. Hát az a helyzet, hogy ahogy a legutóbbi terv az volt, hogy Nightmare Dungeon-öket farmolunk és glyfeket szintezünk. A mai terv is ilyen, nem gondoltam volna, hogy ilyen lassan fogunk egyébként haladni a glyph szintezéssel. A legutóbbi streamben 4-es szinttől kezdtük el húzni, ha jól emlékszem, a glyphet, hogy meglegyen 15, és most 13-nál járunk, szóval nagyon lassan haladtunk. Azért bízom abban, hogy már meg lesz a 15-ös szint, de előtte még gyorsan nyomunk egy kis World Boss-t, mert hamarosan spawnol, szóval le kell, hogy nyomjuk, le kell, hogy csapjuk pikpak, még 2 percünk van, úgyhogy Nightmare Dungeon-ezés, World Boss ölés, ez a mai terv, ilyeneket fogunk csinálni, és megpróbálok minél gyorsabban végezni egy-egy Nightmare Dungeon-nál, most már mérni is fogom stopperrel. One-handed axe skint adott. Tehát akkor a one-handed axe skint adott, tehát akkor azt valahonnan ki kéne ütni. Kis szintű one-handed axe kellene nekem. Jó, akkor megpróbálok olyat gyorsan szerezni, hogy meg tudjam nektek majd mutatni, ugye a stream végén. Nem tudom, mennyire leszek szerencsés, amennyire szerencsés vagyok, szerintem egy 10-20 percet biztos kell szenvednem érte. Itt van Gazsi. Bocsánat, Gazsó. Kigamblingeztél? Ó, amúgy az jó ötlet. Köszi szépen, ez egy nagyon jó tip. Már csak addig össze kell szedjük az obolokat, csak hát Nightmare Dungeonből akkor eventet is kell csinálnom. Oké. Köszi a tippet, srácok. Végre nem fázok, még csak 28 fok van. Na mondom, hogy hány fokot ír a klíma, hogy hány fok van kint. Outdoor 32. Indoor 23 kereken. Tehát majdnem, hogy 9 fok különbség van a benti és a kinti hőmérséklet között. Ez nekem nagyon, nagyon durván ütött egyébként. Persze, itt az a helyzet, hogy ebben a lakásban muszáj klímázni, mert nem lehet meglenni nélkülem. Azért nézzétek, milyen szépen mennek a számok. Hát most már elfogyott amúgy a korpsz az a gomb. Hát, hogy ezzel a build-el nem nagyon lehet szóló bosszokat ölni. Hoppá! Ja, én is panel lakásban vagyok, klíma nélkül 30 fok lenne már most a kátszóba. Nem tudom amúgy, hogy... Szóval nem tudom egyébként, hogy hány fok lenne amúgy a lakásban. De... Sajnos élhetetlen és egy évig ebben a lakásban. Klíma nélkül voltunk. Azt hiszem 2019 nyarától. Úgy nézett ki, hogy hát folyamatosan hidratálnom kellett magam egyrészt. Tehát, hogy szörp, jéghideg szörp, jégkockákkal, és folyamatosan már, és folyamatosan ment a ventilátor, mert nem bírtam. Nem bírtam. Az egy durva év volt. Az egy nagyon durva év volt. Ott van egy Army of Dead.
egy majdnem maxos, ezt igazából megtartjuk. Hamarosan ki tudjuk nyitni ezeket a Grand Cash-eket, amit majd javít a Blizzard egyébként. Ez a gamblinges tip, ez nagyon tetszett, köszi. A kék bigyusz, ami ide-oda ugrál, az mutatja, hogy hova nézek, részletesebben felkiált el Tobi. Azért ilyen bénán mondtam, mert hogy kettő i van a végén. Nem a játszós PC fűti be brutál a szobát, ha kánikula van, klíma nélkül nem is tudnék gémálni. Hát amikor mit is játszottunk? Mi volt az a nagyon gépigényes játék? Ó, tudom. A Jedi Survival. Na, a Jedi Survival-nél elgondolkodtam, hogy nagyon fűt a gép, és hogy kéne valamit a géppel csinálni. Aztán rájöttem, hogy amúgy egy éve nem volt, nem hívtam a klímást, hogy mi az, kitakarítsa a klímát. És még mindig nem beszéltem velem, pedig már kéne, azt mondta, hogy ameddig amíg évente ő átnézi és karban tartja, addig ér a garanciális mi az, hogyha bármi gond van a klímával, akkor garanciálisan segít megcsinálni mindent is. De annyit csináltam most, hogy egy-két hete azt a szűrőrészt azt kitakarítottam. Hát ő nyilván izével szokta, ilyen speckó, gombaölő, meg mit tudom én milyen cuccokkal, de most egyelőre ez is megteszi. Úgyhogy ez nagyon sokat jelentett a klímán. Gyakorlatilag amióta azóta beállítom, hogy mit tudom én, 21 fok vagy 22 fok, tartja. Nem esik le. Ez jó lehet amúgy, kettő stat jó rajta, Summoner build-ben. De lehet, hogy több is. Nekünk is klíma tavaly lett beszerelve a kertes házba, de annyira mondják, hogy a lakást hűtöd, az utcát hűtöd, próbálom kevésbé használni. Hát nem tudom. Nem tudom, az a helyzet, hogy én nem, egyszerűen nem tudnék meglenni klíma nélkül nyáron. Mindjárt megyünk Nightmare Dungeon-ezni. Nekem ez az első tesztében, négy emeletes társaság, negyedik emeletére költöztem, nincs klíma. Na, kíváncsi leszek. Hogy fogod bírni? Corpse skill. Igen. Attack speed? Az attack speed az fullos. Mit mondanak amúgy? Crit chance is kéne például, ha jól emlékszem. Summoner, necro, stat prio. Mutasd. Damage, movement speed, all stat. Hát akkor ezen gyakorlatilag damage százaléknak kéne lenni. Valószínűleg amúgy ezen damage százaléknak kéne lenni. Ja, meg movement speednek. Finom volt az ebéd. Jó kis friss fokhagymás bagát, meg sok kis croissant. Elfogytak a zöldségek a pirítóshoz, úgyhogy most azért nem nyomtam pirítóst. Jól van, ez amúgy jöhet. Bár lehet, hogy ez még jobb. Hát amúgy hasonló a kettő. Ja, most nem volt főtt kajám.
Napközben megy a gép, megy a klíma is, 30 plusz fok van a gépe, szobában messze van a klíma. Ó. Párszor aludtam zuglóban, havernál 10 emeletesben. Délnyugati fekvésű lakás, nincs klíma, éjjel 34 fok a szobáma. Az jó, amikor megáll, amikor hason fekszel és megáll a hátadnál, a gerincednél az izzadság. Na jó, nem undorítoskodok, inkább játszunk. De annyit elmondok nektek, hogy 3 órakor fogunk sorsolni. Első Nightmare Dungeon-ből dobott egy Secret Unique itemet, tier 3-on rá kell feküdni ezekre. Ja, hát ott nagyon jó a drop. Ott nagyon jó a drop a Nightmare-ekből. Főleg, hogyha magasabb szintű, mint amilyen a világ. Mi lesz a nyeremény? Qatar Elite Wireless. Egy átlátszó csomagolásban. It fills you with determination. Na, valahogy így, merel. Úgy fogom csinálni, hogy a portál ott legyen. Így. Átlátszó csomagolású Corsair Qatar Elite Wireless. Wireless. Rage Star, köszi. Köszi a támogatásodat, üdvig Maron hivatalosan is a feliratkozott vadászok között. Srácok, peregjenek a szvegek. És egy 10.000 trófea lesz, így van. Nem amúgy. Azt hiszem 250 szokott lenni, igaz? Vagy 500? Hát én nem tudom. Szerintem 250 lesz. És 10 jegyet lehet venni, így van. Ez a GPS, ez nagyon suta. Konkrétan nézzétek meg, mit akar csinálni. Itt nagyon rossz a GPS. Egy millió 145 000. Azt láttátok? Hát ezt el kell, hogy küldjem majd anyukámnak. Stream után. Lássa, milyen büszke lehet rám. Na várjál! Hát annyira suta volt, hogy konkrétan még ide se kellett volna kijönni. Kösz játék. Mondjuk lehet, hogy ott be lehet menni. Ezt most már kiderítjük. Ezért nem szabad Google Maps-ot használni, hanem a vazét, mert a vaze jó. Amúgy valószínűleg nem is kellett. Édes Istenem. Ezt én is elküldöm az én anyukámnak. Na, más tollával itt ne dicsekedjél, Csabi. Ne ékeskedjél. Szóval a pristinás kulcsokat kell itt szerezni. De ezt ki mondja? Ott van, hogy says, de ezt ki mondja? Köszi, srácok a pergető. Ez a játék szar. Hát... tudom. Bezzeg az új... Bit... micsoda? Bit Battle! Azt kipróbálnám, a Bit Battle. Hát akkor most már nem fogok ezzel a játékkal játszani, hogyha szar. Ha azt mondjátok, hogy szar, akkor megyünk mást játszani. Mit játszunk helyette, srácok?
Amúgy az a baja, hogy a kampányos utat mutatja, bármi, ami le van ott zárva, az most le, az most is le van neki. Ó. Oh. A Beat Battle az új PUBG. Én azt hittem, hogy ez egy Battlefield játék, mert nem néztem róla sok mindent. De azt hittem, hogy ez egy Battlefield. Azt úgy elképzelni, mint egy Battlefieldet. Egy nagy csatatér és sok enemy. És ilyen csapatok küzdenek oly aktívákért. A 100-as Lilith hol található? Lenyomtad már, vagy mi kell hozzá amúgy? Hatalmas, hatalmas pömpölő, és oda kell menni. Oda. Gyakorlatilag a... az első templomba, amiben bemész. Itt kezdődik a játék, ott. És ott, az, ott, ott, itt, itt kezdődik az első küldetésed. Itt kezdesz, elsétálsz oda, hopp, és ott, ott, ott van. Ja, én majd ki akarom próbálni a szabátölbitet, mert szimpinek tűnt. Menjen a gólam, az jó lett, a Diablót meg letörlöm. Jaj, ez nagyon trollát. Nem, én nem toltam még le. De megnézhetjük, hogyha szeretnétek. Talán, talán egy millimétert meg fog mozdulni a HP-ja, de lehet, hogy amúgy annyit sem. Megy majd egy DPS check. Hoppá. Amúgy az only app-ot, no joke, azt ki akarom próbálni, csak az a helyzet, hogy inkább befejezem a Witcher-t, a Heart of Stone-t. De amúgy, hogyha éppen olyan, azon agyaltam, hogy vagy azt a Battlebit-et, vagy a, hogy hívják ott az only app-ot valamelyik, valamelyik nap így kora reggeli streamnél így benyomom, és akkor azt nézzük meg. Sims 4-et? De hát a Sims 4-ben már felszedtünk egy csajt másfél óra alatt, úgyhogy azt már kijátszottuk, Vili. Ja, tudom. Akkor egy óra alatt, vagy mi az, másfél óra alatt most egy srácot kéne felszedni a Sims-be. Az only app a Getting Over itt csak üst és kalapács nélkül. Én nem szeretem amúgy az ilyen jellegű játékokat, de amúgy az only app az, az így, azt így, azt így amúgy azt azzal úgy játszanék. Alt F4. Hát azzal már lehet, hogy nem. Azzal már lehet, hogy nem. Jézusom. Ők honnan jöttek? Ők is még a izé körzeben feljöttek szerintetek? Nem indítottam stoppert. Francba. De most már tudom. Nagyjából azelőtt kezdtem, mielőtt még azt mondtátok volna, hogy ez egy szarjáték. Vodizsonnak sikerült HC-ba megölni Lilithet. Hát ja, csak hogy többet nyomja, mint én. Meg ő azért jó, sokkal jobban rákészült a game-re. Szóval meg lehet ölni, jajaja.
Hát... Nekem Bobby Kotick fizeti, hogy Diablo 4 ezzel, de amúgy nem. Tehát, hogy ez kényszeres, kényszerből játszom. Az öreg Bobby. Bebugolt a játék? Na, hogy? Amúgy nem tudom, emlékeztek arra, amikor azt mondtam, amikor bétáztam, csak hogy ne a negatív jöjjön mindig az arcotokba a Diablo 4-el kapcsolatban. Szóval nem tudom, emlékeztek arra, amikor azt mondtam, hogy nekem nagyon nem tetszik, nagyon maradi lehetek, hogyha hogy nem jön be az, hogy másik 9 játékossal kell találkoznom a világban. Ezt mondtam, de amúgy így ennyi óra után azt kell mondjam nektek, hogy ez nem zavaró. Nem zavar az, hogy van másik 9 játékos rajtam kívül a lobbiban. Mert hogy nem lopják el az XP-t, nem érzem azt, hogy ellopnák előlem a mobokat, nem érzem azt, hogy ellopnák előlem a boss-t vagy a lootot, tehát hogy így abszolút nem érzem károsnak. Azek, hogy nem kell partit keresnem, hogy World Boss-t öljek másokkal, hát szerintem ez meg tök jó, tehát hogy az így nagyon kényelmes. Kb. Csak GG, tehát meg lett a 80 szint. Kb. Csak egyébként a városban találkozok velük, vagy a World Boss-nál, de amúgy abszolút. Meg elvétve egyébként miközben futok egy dungeonbe, de amúgy abszolút nem. Köszi, srácok. Mindjárt kinyithatjuk a nagy ládákat. Fel se tűnt egyébként közben, hogy ez 35-ös. Akkor ezek szerint mehetnek a 35-ösök. Our modest fellowship expands. Praise the sun. Diablo sorozat nagy kedvelője vagyok, és nekem se tetszett eleinte ez a Lost Ark-os mód. Nekem se, abszolút. Mármint, hogy... Our modest fellowship expands. Praise the sun. A Lost Ark-nak vannak jó aspektusai. És szerintem, mármint, hogy én speciál, amennyit játszottam vele, az nagyon tetszett. De egy Diablótól nem ezt akartam, és amúgy így nem rossz, tehát hogy... Ja. Amit ti is mondtok. Tök jó. Örülök, hogyha ti is hasonló véleményen vagytok. Főleg azok után, hogy mennyire nem álltam hozzá ilyen pozitívan ehhez a dologhoz. Nem is ők áll. Köszi szépen amúgy Bone Spirit a két ajándékot, és gratula a paripához. Köszi a támogatásodat. Ó! A dungeonekben van, hogy öld meg a keyholdert és nyisd ki az ajtót. A keyholder a zárt ajtó mögött van. Hát akkor azt le kell rezetelni és mehet előre. A Lost Ark-ba belement 500 órám, amíg meguntam, szóval az is megérte, ha így nézem. Én mindjárt mutatok nektek valamit. Ami így nagyon vicces. Mutatok nektek egy nagyon vicces statisztikát. Azt mondja, hogy Eanter. Na itt van. Konkrétan
a 2022-es évemben 14%-ot játszottam a Lost Ark-kal. Tehát, hogy a Lost Ark volt a legdurvább, úgy, mindezt úgy, hogy 2022 áprilisban játszottam vele utoljára, tehát április 3-án belement 171,9 óra, úgyhogy április 3-án játszottam vele utoljára, és mikor jelent meg a játék? Február 11-én, szóval, hogy alig két hónap alatt belement 170 óra a Lost Ark-ba. Hát a Diablo 4 az jobban halad, a Diablo 4-be, hát így kicsit több mint két hét alatt ment bele 100 óra. Ja, hát a Lost Ark-ra nagyon csúnyán ráfügtem. És ezt úgy, hogy egy karakterrel. Köszi szépen, srácok, a pergetés One Spiritnek. Az elixírből még mennyi van hátra? Hát nem tudom, ez hol derül ki. Sajnos nem írja, amúgy nagyjából 10 perc volt. Nem? Ja, szerintem egy 10 perc alatt nyomtuk le a dungeont. Nálam a tesó volt egy hónap alatt 400. Egy hónap alatt van 400 óra. Hát nincs is annyi óra, Avenzsán. Nézzek, kamozik. Nem baj, jó kis game volt az. Kár, hogy kihalt, meg az endgame elég nehéz. Nekem az volt a bajom a Lost Ark-kal, ami a legtöbb multiplayer játékkal, hogy eltűnnek mellőlem az emberek. A Lost Ark-nak speciál nem is nagyon voltak mellettem emberek, úgyhogy azt főleg egyedül játszottam. De nagyon jó volt, hogy itt voltatok nekem, mert amúgy miattatok tudtam elmenni egyáltalán ilyen nagyobb, komolyabb dungeonökre, és iszonyatos módon tetszettek a mechanikák. Tehát nekem az olyan volt, mint egy WoW. A WoW-nak az a része, amit így nagyon-nagyon szeretek. A taxok tanulása és a boss fight-ok. Tehát az konkrétan a legjobb részét csomagolták bele nekem a Lost Ark-ba, amikor így, nem is tudom már, hogy hívják azt az activity-t, amikor ilyen rendes boss harcok vannak. Egy boss, mész egy kicsit, még egy boss, vége. A New World az csúnyában járt, a New World, az a helyzet. Pedig állítólag az lett volna az a bizonyos Wolf Killer. Az a gond, hogy itt is csak kettő stat, jó, azt még 676-os is. Az a helyzet egyébként, én már jó pár éve látom a Riotben azt, hogy ők lehetnek azok, akik úgymond átveszik azt a helyet, amit anno a Blizzardosok csináltak. 10 éve. Most is quality bizonyos része a Blizzardnak, amit így ad nekünk, de a Riot az lehet az, ami így felváltja ezt. Itt van a Barbarossa. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit hoznak össze majd a Riotnél. Július vége a szezon. Ezt mondták a DevTalk-on. Így van, aki az Ultimate-et vette, annak lesz 20 tier skipje. Így van, ezt jól tudod.
Na srácok. Elindítottam most a timert, azt a let's go. Ez jó lesz. Nekem egy dolog hiányzik, a pet. Azt nem akarják beletenni a Diablo 4-ben. Nekem több dolog is hiányzik. Például, hogy buildeket tudjak elmenteni. A pet is amúgy egy olyan dolog, hogy így tök király volt. De amit amúgy a pet megcsinál, az... Ezt megcsinálja nekünk a karakter is, úgymond. Nyilván nem azt, amit az utolsó szezonban behoztak. Azzal az altárral, hogy még be is töri az itemeket. De hogy, ja. Hát nekem az hiányzik, tehát ami így a szárnyak, tehát hogy például az hiányzik, hogy amit adtak az Ultimate-tel, az nem egy permanens dolog, hanem nyomkodni kell emote-ként. Ugye ott van az is, hogy amikor statot rollolok, akkor láthassam már azt, hogy amúgy milyen statjaim lehetnek, mert akkor nem költök rá több milliót, hogyha amúgy egyszer se adhatnám, mit tudom én, a cipőre azt a bizonyos statot. Vagy hogy milyen range-ek között mozogna. Ugye a build mentés, az is tök király lenne. Szóval én például azt nagyon sajnálom, hogy a szárnyak annak így vége lett, és oké, itt van a trofi. A trofi ez egy tök jó alternatíva, csak miért nem? Miért nem trofinak adták a Inarius szárnyát? Miért nem? Egy csomó dolog van a háromban, mi jöhetne ide is, és hát nyilván mondhatjuk azt, hogy még nincs kész a játék, mert hogy ugye úgyis majd a szezonnal teljesedik ki, szóval hát várunk a szezonig. Hát azt értem, hogy a buildmentés az később jött be, csak hogyha már vannak ilyen mechanikák, akkor bent lehettek volna már alapból, hogyha egyébként is 10 évvel később jött ez a rész. De persze nem akarok telhetetlen lenni, csak hát ezek olyan dolgok, amik így jól jönnének. Én így is abszolút élvezem a gémet. Van barátra teleportálás, fővárosokból, hogyha rányomsz az ő portáljára, akkor a barátodra tudsz teleportálni. Ez sajnos nem mondja el amúgy a játék, de amúgy van ilyen. De csak a fővárosban van barátra a teleportálás. A random kis gyülekező helyen ott nincs ilyen. Igen, runa szó, igen, én is hallottam valami ilyesmit. Lesznek rúnák, rúna szavak. Wow, Story Józsi milyen rendes, láttátok mit írt a chatre? Ami viszont, igen, hát ezek ilyen kényelmes dolgok, ilyen quality of life dolgok, ahogy ezt szokták mondani. Aminek jobban örülnék, az, hogy ha a Necronak a Summoner Build-je az játszható lenne. Ez a tyúk szemem, srácok, hát erre rálépett a Blizzard nagyon csúnyán. De nagyon csúnyán rálépett, hogy nem játszható a Summoner Build. Amúgy a nagyobb inventory-ra, mármint a nagyobb stash-re úgyis lesz a Blizzard-nak megoldása. Azt tuti, hogy a season-nel lesz, season-nel fogják elmondani, hogy ez hogyan oldják meg. Nekem szeveles Necron van, az mennyire jó hosszú távon? Hát ez jó kérdés, hogy mik vannak még a szeverrel, azzal izét nyomsz Summonert, nem?
vásárolható lesz a stash-tab? Amúgy viccelődtök ezzel, de nem tudom, hogy hányan poéznak vagy poéztak közületnek. A stash-tab vásárlás, ez konkrétan a poéba nagyon jól ki lett találva. Exploring the steps, never encountered it. It seems to have suddenly emerged out of the basin. I cannot guess why. The ancients carved deep into the salt of this area, we assume, for its protective quality. A structure like this could have held powerful evil. Szerintem biztos fogunk stash-tabet kapni amúgy a journal-lel, vagy a season pass-szal amúgy. Igen, csak ott nem 70 euró a játék, és úgy kérnek még azt testebben. Ja, persze, de hát. Azért más kategória a kettő. Én nem tudok elképzelni Diablo játékot, ami ingyenes lenne. Az Immortal az kivétel már, hogy az mobilokra készül, de hogy így. Nem hiszem, hogy a Diablót így ingyen adnák. De igen, nyilván. Nem egy súlycsoport. Az Immortal csalódás volt a P2V milyen? Én megnéztem a hétvégén, hogy mit mondtam arról, mert aranyhal memóriában. Megnéztem, hogy mit mondtam arról, hogy mi a bajom az Immortallal, és azt mondtam nektek legutóbb is, hogy az volt a bajom, hogy kiszetettél 6 legendarit, meg mit tudom én hány materiát, és utána már nem esett jobban. Tehát, hogy nem esett nagyon több. Ha esett, akkor az ahhoz nagyon-nagyon sokat kellett játszani, hogy még egy kiessen. Tehát, hogy így nagyon leredukálták a drop rate-et. Nem tudom, hogy ez most hogy van. Változtattak-e rajta, de megjelenéskor, vagy megjelenésre rá pár héttel még ez így volt. Amúgy én nagyon élveztem az Immortalt. Nem mondom azt, hogy jobban élveztem, mint egy 3-at, de mint újdonság és mint vágy csökkentő a Diablo 4-ig, az szerintem tök jó volt. Hello, próbáltam elvideni magam Bone Spear-re. Oh. De nem igazán jött be, marad a Minion Build. Nyugi, nekem se tetszett amúgy a Bone Spear. Nem volt kényelmes a Minion után, de láttam a számokat, és a számok döntöttek. Köszi a droppot? Na hát, örülök, srácok. És köszi, hogy engem néztetek, érte? Este fog egyébként kikerülni a build magyarázós összegzés. Ha valakinek az segít, akkor azzal majd tud számolni, és akkor hát a könnyebb lesz átállni a Bone Spear-re. Ez itt netszás, inkább LCD-zek. Az komoly. Na végre, na végre.
Ja, hát főleg ugye, főleg a harmadik paragon board az, ami így megdobja a sebzést, meg nyilván mindig paragon board dob rajta, de hogy a harmadik az ami így dob rajta még jobban, mert ott van az, hogy a healthy enemikre sokkal többet sebzel. De az a helyzet, hogy még egy nagyon rosszul épített, vagy nagyon gyenge itemekkel rendelkező bone spear-es is jobb, mint a legjobb summoner. Barbárral nem látok 200k felett itt. Én láttam barbárral, ilyen 60-as barbárral 1,5 milliót. Nem tudom, hogy azon módosítottak-e, meg lehet, hogy ez még a nerf előtt volt, de hogy így... Vannak nagy számok. Vagy lehet, hogy csak voltak nagy számok. Akkor volt bágos a vérzés aspekt, aha. Milyen szal lett a summoner? Igazából nem mind build rossz, hanem mint mechanika rossz. Tehát ott nem az a gond, hogy rosszak a képességek, hanem az, hogy nem tudod irányítani a skeletonokat. Nem tudod őket irányítani, és agyatlanok. Tehát, hogy frusztráló élmény a játszás a summonerrel. Hosszú távon persze. Azt néztem amúgy, hogy persze csak véleménye volt másnak, meg így a info volt, hogy nézzük csak időt. 12 perc. Jó, hát ez nem vészes. Ezt lejjebb kéne még tolni amúgy. De most szerintem jobban haladok. Szóval azt néztem, hogy a poéba lehet ilyen 80, 60, 80, ami így reális miniont tartani. Mondjuk nem tudom, hogy ahhoz mi kell, de hogy ez amúgy tök fánnak tűnik. Az alapján, hogy a D2-ben mik vannak. Ja, persze, javítható a summoner necro. Persze. A poe summoner build-hez képest ez nem létezik. Hát ez igen, ez... Az a durva, hogy ez, tehát hogy még a 20 éves, még a 20 éves Diablo 2-höz képest is szörnyebb. Tehát hogy ott nem volt rossz. Tehát, hogy nyilván lassú volt, mint itt is, de hogy nem volt rossz. De itt meg borzalmas. Két Nightmare Dungeon, két Unique. Mázista. A mázista, mázista mindened? ...29-es Blood Orb. Aha. Na nézzük a statokat. Halló? Na hát ez amúgy jó lehet. Nyilván rosszok a rollok rajta, de mint úgy rossz, hogy 6%-os fortified, meg 8%-os close enemy. Erre kéne amúgy, tehát hogy ez amúgy tök király lenne, hogyha a nadrágon lenne még amúgy max life, meg a corpse explosion. De amúgy, hát nem tudom. Nem jó amúgy, nem jó kuka. Hát ez szomorú. Kuka. Csak meglátok rajta egy jó statot, vagy kettőt, és olyan szívesen használnám, de nem lehet.
Ja, hát konkrétan a D2-ben vagy az volt a megoldás, hogy kicsit arrébb mentél, és akkor arrébb teleportáltak, vagy azt csináltad, hogy ugye teleport staffal arrébb vitted őket, vagy az enigmával. Kinek milyen volt erre, kinek milyen megoldása volt erre, de hogy volt lehetőség az irányításra, itt meg nincsen. Itt csak egyedül a kretén gólemet tudod irányítani, ami köröz a targeted körül, az nagyon jó, nagyon jó. Fú, konkrétan triggerálni lehet ezzel, srácok. Triggerálni lehet ezzel. Így van, pozícionálni jobban lehetett, így van. Mert a stopper? Jó. Amúgy nem telóról kéne csinálnom, azt jobb lenne. Realisztikus lett a csontvázak irányítása, mert tényleg nincs olyan. Igen, csak ez akkor lenne jó, hogy akkor lenne realisztikus, hogyha mindez egy nekromanta nélkül történik. De mivel van nekromantájuk a csontvázaknak, ezért... Hát ezért ez nem realisztikus. Én láttam már nekromantát a valóságban IRL, hogy irányítja a csontvázakat. Na, amúgy egy perc eltelt azzal, hogy ide jussunk. Így van, a valóságban a nekromanták irányítják a csontvázaikat, így van. Gyári csoportban olvastam. Szávasz, Regi. Úgy kell amúgy csinálni a célzást, hogy a legtávolabbról kell meglőni az enemit, mert egyrészt Deathless Visage, ez úgy sebzi egyébként a legtöbbet, mármint így robban menet közben, másrészt úgy jönnek vissza leghamarabb a Bone Shardok, ezáltal nem tud annyi mindent csinálni az enemi, akire ezt rálövöd. Hagyjál már! Amúgy azt hiszem ez is olyan dungeon, ahol nincsen boss a végén. Fekete képernyős kifagyást kapsz a játékban. Nekem szerencsére olyan még nem volt. Úgyhogy nem tudom, hogy mitől lehet.
Ötösen kifagy, kifagy, beakad a hang és újraindul. De furi. Na 4 percnél járunk amúgy most. Na ott volt 1.023.000. Én nem tudom, srácok, az helyzet, írjátok, hogy a Necro a leggyengébb. Igazából... mi nem hasonlítgattam egyébként másik klasszokkal, hogy így mondjuk egy másik klassz, egy 33-as dungeon milyen gyorsan takarít. Úgyhogy nincs még ilyen. Így még nem hasonlítottam. Ja, igazából ennyi. Érdekelne majd a build-em? Maxroll.gg azt hiszem, és Bonespear. De estére fel fog kerülni a build magyarázós videó, és hogyha valakinek az jobban segít, mint a Maxrollos link, akkor azt majd meg tudjátok nézni. Ez a leggyengébb, milyen lehet a több? Hát a Summoner a leggyengébb, de amúgy a Bone Spear az erősebb. A Bloodos build az amúgy nem tudom, hogy hol van. Ja, hogy értem, mint klassz a leggyengébb, értem, oké. Na nézzük, ez egy nagyon jó dungeon, Renegades Retreat, 6 perc 25. Ez jó. Most azt nézem épp, hogy a Maxrollos build a fegyvere már a Corpse Tendril-es aspektet teszi, és a Gloves-ra a Bonespear-eset, érdekes. Igen. Ja, hogy még több crit chance-om legyen, és még kevesebb, de akkor nem tartana annyi ideig a vulnerable? Érthető amúgy. Tehát akkor nem lenne annyi bónusz damage a vulnerable-ből. De még nagyobb lenne a crit strike chance. Akkor az gyakorlatilag úgy néz neki, hogy CD-n kell tartanod a Corpse Tendrilt. Igazából... mit ad ez? Még több critical strike damage-et? Hát figyelj. Szerintem ez... tehát ez akkor jó. Tehát ezt akkor jó szerintem rárakni a fegyverre. Hogyha nincs meg a critical strike chance-od. Mutatom nekem mennyi van. 43,7%, amúgy azt nem tudom, hogy van annyi, de hogy annyi van. És... tehát hogy... hát nem tudom, szerintem nem kell annyi crit. Mit tudom én, hogyha mondjuk 20% lenne, akkor lehet, hogy jó lenne ezt rátenni a fegyverre. Ja, látom amúgy. Látom, már megcserélték. Nem tudom, ez mivel van indokolva. Köszi szépen Viktor a tippet így a... a játékhoz, hogy futhatna jobban. Na, mehet a kövi. Maxonon össze vannak szedve a best build-ek, felesleges kitalálni a passzrendszeret a magánakcióként. Megkivéve, hogyha valakit ezt szórakoztat. Egyébként. Én nem vagyok az a nagy build kitaláló.
az a helyzet. Na. Nyitok egy stoppert. Oké. Nem is tudtam, hogy amúgy már a Google-nak is van stoppere. Beírtam Google-ba, hogy stopwatch, azt már ott is van. Azért mondtam azt, hogy szerintem felesleges rátenni a fegyverre, mert hogy azzal úgy 120% lesz a bónusz damage a corpse tendrileseknél. És hogyha éppen nincsen corpse tendril, de nagyot akarsz kritálni, akkor a vulnerab, tehát a ez sokkal durvább, nem? Nem tudom. Kár, hogy nem láttam, vagy nincs elmagyarázva, amúgy lehet, hogy el van, de hogy nem találtam most így hirtelen magyarázatot arra, hogy miért cserélték meg a kesztyűt a fegyverrel. Azt mondja, hogy 36-os 30%-kal több goldot fogunk találni. Na most van 9,620 000. Nézzük. Ahhoz amúgy az kell, hogy sokkal sűrűbben tudjam nyomni a corpse tendrilt. Indítottam közben a stoppert. Nekem nem jön be, hogy más játékát játszom, csak mert az erőse, az a legerősebb úgy, hogy nem is élvezem. Hát kinek mi? Szerintem azért a játékosok azon része, aki már végzett a sztorival és így akar haladni, az más bildjével játszik. Szerintem. Au. Meg is van a két droppod, vicsiketem, már ez lista. Szia ellenfél, szia! Ja, én ezért csinálom amúgy azt, hogy hogy fejlődés alatt saját build-el játszok, endgame-be pedig már másé van. Ja, hát figyelj, most belegondolsz, hazás el a melóból, akarsz egy kicsit játszani, akkor nem éppen azt akarod kitalálni, hogy na akkor most hogy lenne a legerősebb. Persze megvan ez a szépsége is, nyilván meg lehet ez a szépsége is, de nem hiszem, hogy ahelyett, hogy püfölnéd a mobokat, ahelyett bildekelne agyalnál. Nem mondom, tényleg értsetek, nem mondom, hogy ez rossz, de szerintem, ja. A kényelem nagy úr. Épp ez az, hogy nem kell a legerősebben játszani. Jó, de hogyha azt érzed, hogy nem megy a játék, nem fejlődsz, és oké, kipróbálod, hogy ha változtatod, akkor jobb-e, de drasztikusan nem lesz jobb attól, hogy te most kitalálod. Tehát nem lesz drasztikusan jobb a játékod. Nem fogsz tudni sokkal jobban haladni és elérni a, mit tudom, a World Tier 4-et.
Hello. Jajaj. És az emberek azok most akarják az, hogy a lehető legjobb legyen, nem pedig izé. Az emberek mindent, ha most akarnak. Nem, hogy majd egyszer jó legyen, hanem most. És hogyha a build az elősegíti azt, hogy most már a lehető legjobb legyen, akkor ezt csinálják. A világ változik. Az emberek változnak. Van-e e-hunter clan? Van, aha. De ne, félre ne értsetek, nem azt mondom, hogy a build kitalálás az rossz. Egymillió 177 000. Ez nagyon tetszem. Én poénba jártam, így elakadt egy bossnál, ezért kellett keresek egy buildet, ami illett a karakteremet. Az a durva poénál, már lehet késő is, hogy akkor kezded el keresni a buildet, amikor már elakadtál egy bossnál. Igen, az egy 1.177 000-et azt már mentettem is el anyukámnak, hogy lássa, mert az legutóbbi az csak 1.020 000 volt, vagy mennyi. Hát én azt hiszem amúgy tényleg ezzel a megoldással az arany középutat megtaláltam. Szintezésnél saját build, és endgame-nél pedig más build-je. Úgyhogy azt hiszem amúgy ezzel így nem maradok ki semmiből. Bízom benne. Mit gondoltak, srácok? De és nem, félre ne értsetek, nem azt mondom, hogy ez követendő példa, hanem hogy én ezt így oldattam meg. Ez most amúgy lassabban megy, ez már 6 perce megy. Ez a dungeon. Hát az előző az jobb volt. Szerintem ez jó balansz, ahogy csináltad, én is így tudom. Aha. Na, a zsír. Mikor azt mondta az egyik találó, hogy minek akarom feltalálni azt a dolgot, amit már valaki feltalált. Ha valaki már csinált olyan buildet, ami nekem jó, akkor miért akarom magamnak kitalálni, főleg ha ingyen lehet használni. Bum-bum. Más buildet szoktam sajátra formálni. Nice. Úgyhogy csináltam level 50-ig, úgy játszottam, hogy nekem tetszett. Utána kevés voltam, level 50 után egy számomra teljesen logikátlan build 5-szor annyit sebez, így 5-szor gyorsabban haladok. Hát nekem eddig a legnagyobb szívfájdalmam, biztos már unjátok, hogy erről beszélek, az, hogy át kellett... úgymond át kellett álljak a summonerről erre. Mert hiába vagyok el a summonerrel, hogyha az lassú. És egyszerűen most is látjátok az, hogy 4 óra alatt nem tudtam felszintezni egy gemet 15-re, vagy mi ez, egy glifet 15-re. Na, 8 perc volt. Na, azért haladunk, srácok. Haladunk. Meg is van az első 15-ös, úgyhogy erre nem rakunk többet. Ilyet a következő az Essence.
Mondjuk nem azt kéne húzni. Ja, ezt kéne inkább húzni. A Sacrificial-t. Ez a boss summonerrel 10-szer ennyi idő lett volna. Bossoknál amúgy pont jó a summoner, tehát a bossoknál pont a minionok miatt, legalábbis az én summonerem, az meg tudja állni a helyét, mert nagyon tankos tudok lenni, és mivel egy szörny van, ezért nagyon erős is. Nekem a roggal volt szívfájdalom, hogy muszáj crossbow-val menni, ezért váltottam át inkább a sorcira. Muszáj crossbow-val. Én amúgy pont, lehet, hogy rosszul tudom, szentes, de hogy 9 buildből, most ezt nyilván túlzok, de 10 buildből 9 az közelharci rugó, nem? Veszik a fantázia az, hogy kitaláld mi merre, meddig, hogyan más bügyét játszod. Hát jó, de hogyha valakinek erre nincs szüksége, ez most olyan dolog, hogy leszólni azokat, akik nem játsszák a játék sztoriát, hanem csak átrásolnak rajta. Ha nekik úgy tetszik egy játék, akkor miért nem? Érted? Akkor a nerfet kapott a közelharci rók, hogy a crossbow-os az Nightmare Danger-re sokkal jobb. Komolyan? Na, akkor úgy néz ki, hogy, úgy néz ki, hogy erről lemaradtam. Mint az egyik barátom Diablo 3-mal, meg most a 4-jel játszik orvérzésig, de nem ismeri a sztoriát. Hát ez ilyen. Szórakoztasson az se. Kikapcsoljon. A legfontosabb. Na, mehet a kövi. Ja, így van, Demox. Kinek mi adja a játék élvezetét, így van. Szevasz, szagány Johnny. Not while I'm in town. Ja, az amúgy a legjobb játék, minél több ilyen dolog van benne, amitől így szórakoztató számodra. Hát a WoW-ba, hát egy MMO-ba ugye, főleg a WoW-ba annyi mindent lehet csinálni, abban tényleg mindenki megtalálja azt, ami számára szórakoztató. Persze lehet, hogy ez egyébként a minőség rovására megy, mert hogy sok dolog van. Sorci mennyire erős egy 10-es skálán? Szerintem 10. Van 10, nem? Félre ne érts, Avenger, én sem az a játékos vagyok, aki azt mondja, hogy megnézem, mi a legjobb karakter most a játékban, és akkor mehet, csak azzal játszok. Tehát, hogy nem azért kezdtem nekrót, mert hogy az a legultébb akármi. Az nálam nem nagyon szokott dönteni. Tudom, mondtam azt, hogy Demon Hunter-t azt azért kezdtem a Diablo 3-ban, mert azt mondták a srácok, hogy rohadt jó. De az volt az első DH-m, kipróbáltam azt amúgy, tök jó volt. A pörgős DH. Én azt a Firewall-os shortsit próbálnám ki, vagy legalább néznék róla videót, mert nagyon fánnak tűnik az, hogy szétstunolja a népet. Az úgy nagyon érdekelne. Mármint nyilván nem most, hanem majd így stream után. Mikor lesz leárazás? Hát szerintem, hogyha egy éves lesz a játék például,
vagy Summer Sale, vagy ilyen karácsonyi leárazás, de ne várj sokat, tehát hogy annyit vársz, hogy lehet, hogy a lehet, hogy a forint annyi gyengül, mint hogyha most megvennéd 70 euróért. Persze csak vicc volt, de hogy így tényleg ilyen leárazás az így szerintem főleg egy Diablo 4-nél soká lesz. És rendesek három angyomjuk, az egyik druida, a másik sorcé, meg nekró, de nem tudom, hogy mit csinálnak, én 3 szinttel vagyok magasabb, de folyamatosan lehalnak mellőlem. Hát, lehet nem... jól használják a képességeiket, vagy azok a képességek nincsenek szinergiában. Azért egy nekró az, hogyha főleg summonerről van szó, azért... az nagy előny. Elsőre 20 max 30. Hát... én 10-et csacolok, fél éven belül egy 10%, vagy egy, lehet, hogy inkább kiterjesztem azt egy évre. Jó, egy éven belül lehet, hogy 20% is lesz, de egy fél éven belül szerintem csak 10. Ja, ha nem értitek, hogy mi ennek az alapja, érdemes beírni a Steamre azt, hogy Call of Duty. És nézzétek meg, mennyibe kerülnek a kódok. Szerintem, ja, lehet, hogy karácsonykor lesz 20%. Lehet. Ez most lassabb lesz. Ez egy hosszú instának tűnik így. Hosszú dungeon. A rogue vagy sorcer? Rogue. De hogy mi volt a kérdés, nem tudom. De legyen rogue. Boss Spirit, te inkább a barbárt mondod? És hogyha az volt a kérdés, hogy melyik karakter dögösebb, és azt mondod, hogy a barbár. Hány óra kb, hogy 60-70 szintű legyek? Szerintem egy olyan 60-70 óra. Nem tudom. Én ilyet tippelek. De lehet, hogy rosszul tippelem.
Már kikérdeztem, mely a legerősebb karakter, és erre írtam. Ja, bocsi, bocsi. Igazad van, mert nem is volt kérdőjel a végén. 44 órán van, és 55-ös szinten vagyok. 24 óra, hát a 24 óra szerintem az... az erős, 24 óra alatt nem hiszem, hogy 70-re lehet jutni. Kivéve, hogyha boostolnak, vagy nem vagy hiper-szuper e-sport játékos. CP-szuper glitch-ekkel. Konzolon meg lehet nézni, hogy hány óra van a karakteredben. Kocó. De ott sem a karaktert lehet megnézni, hanem a játékot. Akkor gyorsan megveszem a PS-re. Helyes. Ez itt a masszakra. Hát biztos jön majd valami izé patch, hogy meg lehessen nézni, hogy mennyit játszottunk egy karakterrel, ugye ez a Diablo 3-ban is látszódik, meg biztos menti valami adatbázis. Mennyire lennék lemaradva, hogyha én az első leárazásnál venném meg? Hát attól függ. Attól függ. Hát hogy... érted... mi számít a lemaradásnak? Te akkor fogod megtanulni a játékot, amikor mások már mindent vágnak. Szóval a hátrányod annyi lesz, hogy mindenki más már tudja, hogy mit kell csinálni, te pedig akkor fogsz beletanulni. Igazából ennyi. Az helyzet, ehhez nem kell ilyen menő sapka. Ez a bildhez. Szerintem mindent átlátni a játékba, szerintem egy ilyen 50-100 óra kell, hogy így mindent átlás. Tudom, elég tág ez a tartomány, de hát ki mennyi videót meg streamet néz mellette. Ja, hát igen, ennél a sapkánál gyakorlatilag csak a sakó lesz jobb. Igen. Vagy egy olyan, amin több az essence, de több a izé. Az aspekt. A D2-től könnyebb vagy nehezebb? Hát ez olyan, mint hogyha azt kérdeznéd, hogy a Porsche vagy a Lambo a jobb. Vagy hogy kenyeret vagy zsemlét egyél. Ez a játék még meg sem jelent teljesen, hiszen még nem látjuk, hogy milyen lesz benne a szezon pass. Úgyhogy jelenleg ez a játék még hiányos, úgyhogy
így nehéz így megítélni, de akkor se lehet azt mondani rá, hogy ez jobb, mint a Diablo 2, vagy hogy rosszabb, mint a Diablo 2, vagy hogy a 3-nál jobb. Hát, mint ahogy a Darkest Dungeon 2 is teljesen más lett, mint az 1. Hogyha a játék nem változott volna meg így nagyon durván az alapjaiban, akkor lehet, hogy össze lehetne hasonlítani, de szerintem így nem lehet. Kicsit egyszerűbbnek tűnik, mint a PoE. Hát figyelj, a Diablo az sokkal egyszerűbb, mint a PoE. Sokkal egyszerűbb. Hát első RPG-nek biztos nem ajánlanék senkinek egy poét, kivéve aki, ha szereti a fájdalmat, mármint úgy, hogy a szenvedést, hogy nagyon hosszú a betanulás. De van, akinek meg ez a vonzó, tehát, hogy így, érted? Ja, így van, futika, mindegyik jó, meg mindegyik nehéz is, hogyha arról van szó. Ja, igen, így van, Jobbi-Tobi. A Diablo, mintha egy arcade játék lenne, a PoE meg mintha egy szimulátor. Akkor a legjobb a PoE, hogyha van olyan ember a környezetedben, aki el tudja magyarázni, hogy mit, miért, hogyan kéne építsd a buildedet, gyakorlatilag egy asszisztens kell neked, és lehet az asszisztens egy streamer, egy videós, vagy egy haver, de hogy az kell. De amúgy meg rohadt jó, tehát hogy ha éppen már a sokadik Diablo 4 szezon között leszek és RPG-re vágyok, vagy megjön a PoE 2, akkor én azt mindenféleképpen akarom nyomni, mert még sose értem el úgymond igazából a PoE endgame-et, és ez nagyon bánt, holott amúgy nagyon szeretek RPG-kkel játszani. Hát hogyha úgy kezdesz el poézni, hogy így nem nézel nagyon utána a dolgoknak, akkor az lesz, mint a Diablo 2-ben, hogy jó pár karaktered az ilyen teszt karakter lesz. Tehát, hogy így jó pár karaktert úgy fogsz felhúzni, hogy így ilyen teszt karakter lesz. Mert hogy ugye nem tudsz annyiszor rerollolni a buildeden. Couldn't see anything left of my father in the monster's eyes. Only pain and rage. Mother was right. I never should have come here. Na ez negyed óra volt, ez most nagyon lassú volt. Úgyhogy majd lesz egy korszakom, amikor poézunk, amikor nagyon durván fogunk poézni. De így, hogy itt a Diablo 4, így hát nem tudom, hogy ez az idő, mikor fog eljönni. De nagyon, arra így nagyon vágyom. Arra az időszakra.
Sok időszakra vágyok amúgy, tehát hogy például szeretném végigjátszani a Witchereket is, az AC-kat is, úgyhogy vannak ilyen időszakok, amiket így várok. Folyt a build nélkül kell elkezdeni, és ezek nem az én szavaim, mert el kell akadj benne, hogy tud mire keres rá. Hát jó, de ez olyan, hogy jó, nyilván elakadhatsz benne, de 2023-ban nem úgy akar játszani valaki, hogy elkezd játszani, elakad, rájön arra, hogy az egész buildje nem jó, és akkor ha már lehet, hogy ott tart, hogy amúgy már új karakter kéne. Kinek van arra ideje? 2023-ban ennyi játék mellett ki akar elakadni egy játékba? Már ne haragudj. Ha mondjuk 2010 lenne, akkor azt mondom, hogy ok, de amúgy 2023 van. Jön-e még több Diablo? Hát biztos, hogy jön. Mert egy 36-os, let's go. Lightning Storm, kuka. Ez biztos nem. 37-es? Hát menjünk 37-eset, nem tudom, hogy az hogy fog menni. Mondjuk ez meg magas, az a gond ezzel, hogy ez magas lesz. Na mindegy, nézzük. Az a baj, ha a poéban nézel egy buildet, akkor a buildet nem fogod megérteni, nemhogy a játékon. Szerintem rosszul látod. Ebben sem. Miért ne érteni meg a játékot, hogyha valaki követi a buildet? Hát, hogyha valaki úgy követi a buildet, hogy megnézi, hogy mit mire kell pakolni, az csumi, és nem olvassa el a többi szöveget, ami ahhoz tartozik, akkor lehet, hogy nem fogja megérteni. De pont ez a buildeknek a lényege. Elmagyarázzák, hogy hogyan kell játszani. És akkor, hogyha már benne lesz az ujjaidba, hogy mit, mikor, hogyan kell csinálni, akkor utána már fel tudod fogni a többi dolgot is. Ezzel az elakadás dologgal csak az a baj, hogy közben annyi más játék van, hogy az így elpazarolt idő kicsit fájó. Így van, pont ezt mondom. Hát pont ezt mondom, így van. Ez ugye akkor nem elpazarolt a dolog, hogyha kb. Csak RPG-vel szeretsz játszani és élvezed. Amúgy kb. 1 milliárdot szedtünk össze azzal a dungeonnel, ahonnan jött a Big Money. Édes Istenem. Na végre. Szerintem nagyot vállaltam amúgy ezzel a 37-tel. Mármint, hogy le fog menni, oké, csak lassan fog lemenni. Azt hiszem animát kell gyűjteni. Jó, az első fele megvan, ez jól megy eddig. 3 perc. Most már meg kell találni a hatát. Hullákat kell átbújnunk, oké. Okay.
Utálom ezeket a legyeket. Na, hello, hello, gyere, gyere. Gyere, gyere, nagyon jó. Az ott 1.209.000 volt. Oké, most már csak a kulcs kell. Mert megtaláltuk, hogy hova kell berakni. Jó, mondjuk a bensik is nagyon idegesítő. De ezek a legyek, az a gond a legyekkel, hogy szétütöm a legyeket és nem adnak hullát. Rohadt idegesítő. Szétütöd a legyet, azt nem ad hullát. Amúgy a mai stream alapján föl kéne jegyeznem, hogy melyek azok a dungeonok, amik így nagyon jók. Így név alapján ezeket meg kéne tanuljam. Fú, és ezek a legyek egyene minek számítanak? Fúj. Fúj. Na, egy körzös rám. Ez most itt nagyon jó, ez most különösen jó, srácok. Én bármelyiket, amelyik lesztanol. Vagy amelyik lefagyaszt, fagyaszt és stunol. Most olyan sírnak a játékos, hogy nincs mit csinálni az endgame-ben. Lehet új karit kezdeni. Lehet új karaktert kezdeni, meg minden biedet kipróbálni. Amúgy. Azt rögtön lesz mit csinálni. Na most ez nagyot megy, ez most iszonyatosan nagyot megy. Van megoldás játszani kell más játékkal. De ettől hogy lesz több tartalom a játékban? Tudod, hogyha más játékkal játszom.
8 perc. Jó, jó, oké. Vicces megállapítás, mikor Echoes of Lilith-et is alig ölték még meg. Na, tessék, minden karakterrel megölni az Echo of Lilith-et, így van. Így van. Például a közeljövőbe érkező demo játék, azt értem, de hogy te veszél egy Diablo 4-et, nyomod, és azt mondod, hogy elfogyott benne a tartalom, akkor abban a játékban kell keresni a tartalmat, nem egy másikban. Nem tudom, befejeztem a sztorit, és olyan sok minden van World Tier 3-ban, hogy azt se tudom, minek állják neki. Régi szép idők. Régi szép idők. Én így voltam egy másfél hete, és hát igen, ott agyaltam rendesen, hogy most amúgy mit és hogyan is kéne csinálni. Ja, amikor unom a druidát, például csinálok HC karaktert, és azzal megyek, vagy egy... Amúgy tényleg, hát hogyha nincs mit csinálni, akkor mehet a HC valakinek, aki nem azt nyomja. Na, srácok. Magic Find, Vulnerable Resist, azt biztos nem akarjuk. Unstoppable Monster, 30... Amúgy... 37-eset nyomtuk 8 perc 44 alatt, úgyhogy igazából képesek vagyunk erre. Champion's Demise, na nézzük. Nem mertem eddig HC karakter csinálni a lagok miatt, de most már azért elég szépen fix a game. Én tudod mikor csinálnék HC karaktert? Ha már így döntenem kell, hogy mikor. Ha megcsinálják, hogy a Scroll of Escape az akkor is kapcsol, hogyha éppen menübe vagyok, vagy hogyha valami van, érted? Tehát, hogy nem hallatok meg úgy, hogy az a játék hibája. Nem tudom, hogy ezt mikorra tervezik behozni. Azt még behozzák amúgy a szezon előtt? Nem emlékszem most erre így hirtelen. De... Nem merem fogadni, hogy közületek valaki expert itt a Death Talk-ban. Season 2? Na, majd akkor Season 2. Csónapja kisként. Nem, amúgy ezt behozzák tényleg. Az a baj, hogy csak exploitolnánk? Hát ez szerintem nem nagyon lehet, mert ha nem csinál semmit, akkor ugye nem tudnak... Tehát, hogyha éppen nem csinál semmit a karaktered, akkor... Akkor nem tudsz meghalni, az tök jó, nem? Mármint, hogy nem tudom pontosan, hogy csinálják meg. Már elfelejtettem már, hogy... Úgysem mérvadó nekem, hogy most akkor mi lesz a Scroll of Escape-en. Abból lenne jó, hogy nem össze-vissza beszélek. Ja, értem Tobi, te soha napja kiskedden kezdenél, HC-t értem. Na hát ott itt az event, az amit nem csinálunk. Én csináltam HC karaktert és nagyon fán, hogy sokkal jobban oda kell figyelj a játékra.
Én Witch Doctorral HC-ztam, meg Wizarddal D3-ban. És utána úgy éreztem, miután meglett a 70-es karakter, és clear-eltem a nem tudom hanyas GR-eket vele, hogy kétszer hosszabb. Tudjátok mi volt már rég? Fresh meat! Nekem a riftek nagyon tetszettek a D3-ba. Egyik sem ugyanolyan. Kedvenceim ezek a fractured riftek voltak, vagy mi, amikor volt ilyen törés, és így egy szint több pályából állt, vagy hogy, nem tudom, hogy emlékeztek arra, vagy hogy mi annak a speckó neve, de azokat nagyon szerettem, így rohadt jól nézett ki. Ja, még fölfele is kéne menni be. Ja nem, a fölfele a vége, oké. Okay. Azok nagyon hangulat... Ja, az így rohadt jól nézett ki. $1,470,000 a haló. Ez az pici. Jó, új képet kell küldeni anyukámnak. 4 óra 4 perckor történt, ezt már mentem is. Siri, 4 óra 4 perc. Most az a feladat, hogy még egy glifet feltoljunk 15-re, ha sikerül persze. Üdvözletem, na megvettem a gémet, nagyon bejön, de ilyen terpiz nem legesd a bácsert, mert most mutatta meg nekem, hogy ki az Zura Dungeonbe. Na, de most megmutatja neked, hogy ki a Zura Dungeonbe. De pár óra múlva te is megmutatod neki, hogy ki az úr. Én az előbb 13 vagy 14 szinttel magasabb bachelornek mutattam meg, hogy ki az úr. Inasba lett rakva. És ennél már csak azt élvezem jobban majd, hogyha 150-es szintű bachelort rakjuk inasba. Pár másodperc alatt. Az jöhet. Amikor egy nap már ötödjére jelenik, nekem, tudjétek nekem, mondjátok meg a bácsának, hogy menjen E-Hunterhez, mert én most így megölném, hogy kidobja a fegyverét. A bácsár fegyvere az fegyver, amit tudsz is használni, lehet, hogy nekróként amúgy nem, de hogy azt így lehet is használni, vagy az csak mount kiegészítő. Vagy is. Eljön az az idő, hogy Butcher a saját fegyverébe dől. Hát igen. De megkérted le a nyereményjátékot? Azt mondtam, 3-kor lesz. De azt nem mondtam, melyik időzón. Amúgy rohadtul elfelejtettem. Szóval akkor ezután lesz a nyereményjáték.
Hihetetlen, hogy mindig elfelejtek mindent. Mit lehet nyerni? Qatar Elite Wireless. Köszi, Vitalkán. Az lett volna szívás, hogyha ma még kis a sorsolom. Jó, rá kell menni. Szóval Qatar Elite Wireless. Jó, ez a Champions Demise, ez hosszú, nem tetszik. Vagy csak én játszom hosszan, nem tudom. Olyan szar ez a játék, hogy az egy órával ezelőtti nyereményjátékot is elfelejtettem. Hogyan kell nevezni? Felkiáltál, hogyan nevez egyben? Ékezetek nélkül, mondjuk ebben nincsenek is ékezetek, de hogyha lennének, akkor se éri bele. És ott meg tudod nézni. Jó, de én csak arra figyeltem, hogyha valaki úgy mondaná, vagy úgy írná hogyant, hogy hogyan, amire valljuk be, látunk már példát, akkor most már ő is jól fogja tudni írni. Na ez 9 perc 30 volt. Ez a leghosszabb, ezt hárman jól csinálni a három ág miatt. Jaja, Edison, igen, azért splitelik a Champions Demise-t. Jaja. Na. Srácok. Azt mondja, Korsair Qatar Elite Wireless. Na. Srácok, nekem is Corsair vezeték nélküli egerem van, csak ez a Saber wireless-en van, ez RGB Championship Pro Wireless akármi. Ilyet kapott Adri tőlem a szülőnapjára egyébként. Rendeltem egyébként az Alzából, szóval, hogy nem egy nyereményjátékos tárgyat kapott meg helyettetek Adri. A Qatar Elite Wireless-el kapcsolatban nincs véleményem, mert ilyenből nem kaptam teszt példányt. Szóval aki megnyeri, az majd meséljen róla, hogy milyen, hogy mennyit bírja. Úgy néz ki egyébként, mint egy klasszikus egerentyű. Az oldalán van kettő gomb, van a tetején egy DPI váltó. Azt írják, hogy 26.000 DPI képes, szuper 1 millisekes válaszidő, 69 gram, 110 órát bír. Ja, az én egerem, tudom, hogy ez nem releváns ezzel az egérrel kapcsolatban, de hogy az én egerem az úgy bírja, hogy hétvégén töltöm, hétfőn veszem le töltőről, és szombat-vasárnap szoktam felrakni. Nem nagyon szokott lemerülni. 69 gram, így van. Na. És 250 trófea lesz az egy-egy, és 10-et lehet venni, és... Tudjátok mit? Negyed órátok van nevezni, a sorsolás pillanatában itt kell lenni, és mondani, hogy itt vagy, oké, enter, hogyha nyertél, persze. Hajrá. Ha elolvastátok ott azt a linket, és nem értitek, hogy mi van, akkor nyugodtan kérdezzetek, hogy amúgy hogy kell nevezni, és segítek, meg segítünk. Na, te nyertél, Avenger, már is küldöm a nyereményed. Tényleg, drop.
Köszi, hogy szóltál. Én 98%-on vagyok. Na, gratula Belfegor egyébként. Ah, ezt csak úgy mondod, Avenger, hogy azzal nyertél, hogy itt vagy és nézed a streamet. Közben kiírok egy szavazást. Kiírok egy szavazást, mit szóltak? Hogy kell szavazást kérni? Szavazás kezelése. Nagyon jó. Új szavazás létrehozása. Na, ez rajtatok áll, srácok. Legalább 100-at szeretnék az igenen látni, hogyha szeretnétek. Nem lesz 100, nem lesz sorsolás, csak mondom. Ez bónusz. Én nem merek jelentkezni, de egy sorsolása az az, hogy megtudja, hogy másik egeret használok, mint amit ő vett, nekem megver. Sunyiba kell csinálni, immortál kell. Megjön az asszony. Vagy nem. Nem. Azt mondod, te kettőt használsz, te ilyen menő vagy, Kár. Kettőt használsz, egyiket erre használod, másikat arra. Ha nem lesz 100, akkor túl sok itt a bot. Így van. Így van. 100 kell az igenen, srácok, hajrá, hajrá. Ez elég egyértelmű szavazás lesz. Még egy perc van, srácok, még 60, még 60-at az igenre. Azért nyomtak páran a nemre, mert már nekik megvan. Nektek ne legyen meg, hát elviszitek előlük a lootot. Csak viccelek amúgy, Kál. Én az igenre mentem, másnak is legyen jó. Micsoda? 2023-ban másnak is legyen jó? Dehogy már. Na. 50, 52? Jó, jó. 52, hát a felét elértétek, én amúgy erre is büszke vagyok. Úgyhogy jó, na jó. Legyen Diablo sorsolás is. Miért csak a nézők tizede szavaz? Azért, mert napközben a nézők, azok főleg csak hallgatók. Ha meg csak 2 perc volt rá. Fele megvan, így csak Diablo 3 lesz. Bocsi, hogy spam. Ó, Edison, köszi, hogy szóltál, mindjárt ki is nyitjuk. Köszi. Hogyan kell majd a Diablo 4 sorsára jelentkezni? Hát úgy, ahogy az EG-re is igazából felkiált el, hogyan nevez, nézd meg, hogy ott mi van leírva, ha nem világos, nyugodtan kérdez. Ott nem kell majd 250 trófea. És ez mikor lesz? Hát még ma, 5-ig szokott menni a stream. Nem tudom. Na, azt kérdezi Venom, ha aktiválok egy Nightmare Dungeon-t és elmegyek egy Legion eventre, akkor buktam a Dungeon-t? Szerintem a Nightmare Dungeon-ös sigilbe aktiválás kilépéssel bukódik el. Ja, hát Zsorosz napközben általában az emberek dolgoznak, úgyhogy... Igen. Ez ilyen.
Mit akarunk? Igen, amit Edison írt. Na! Így van, csak ha kilépsz. Na, akkor ezt jól tippeltem. Csak ne váltson Wörtért. Ó, köszi, Szeszkobán. Na! 80-as láda leleplezés. Most le fogjuk leplezni, hogy mi van ebben a 80-as ládába. Wow! Hát very big, very big. 4 80-as ládában mi van? Négy legendary item, pár sigil, és pár gem. Konkrétan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 gem. Hát ez... Ezért megérte várni a 80-as szintre. De legalább lett egy fullos aspektünk, amúgy az elég jó. Az nem fullos. Sajnos nem jók rajta, mint itemen a statok. Hát végül is rollolhatunk egyet rajta, hogy lerolloljuk róla a... Mit rolloljunk le róla? A dodge chance-t le lehetne róla rollolni, vagy a movement speed enemy elite megülése után, a bone spiritre, és akkor jó. Végül is, ha nagyon akarom, akkor jó. De amúgy ez is kuka. Végtelen szint van? Nem, 100 a max. Hoppá. Tehát sárga és zöld már nem kell, koponya, kék, lila jöhet, meg piros is. Még mindig lehet egyébként nevezni 7 percig az egerentyűre, hogyha valaki szeretne Corsair, Katar Elite, Wireless-t nyerni, és ezzel egyébként egy e-hunteres kitűzőt is kap, meg hozzá fogok érni. Ja, már hozzáértem az egerhez, tehát hogy el lehet adni, hogy e-hunter hozzáér. Mármint, hogy semmilyen, természetesen. Na, ezt akarjuk extraktolni. Kitűző is jár? Persze. Hogy ne járna kitűző? És ha nyerek, megnyalod? Erre a reakcióm nem lenne túl családbarát, úgyhogy annyit tudok mondani, hogy néha. Amúgy lehetne vicceset mondani, de az nem lenne családbarát. Jenter Chibi? Nem, az nem. Sajnos Chibi nem. Ha én nyerem, akkor dedikálod az... Hát, hogyha ilyen vágyaitok vannak, lehet róla szó. Na, ide áthúzom magam mellé ezt. És megnyitom a stoppert. Ez gyönyörű. Én erre azt tudom mondani, hogy ez gyönyörű. Let's go. Hát nézzük meg, hogy mennyi idő alatt érünk oda. Van-e link a mostani buildemről? Maxroll.gg-n a Necroknál a Bone Spear-eset nézd meg. Ez az. De egyébként este olyan 7-8 óra tájéken már kint lesz szerintem a build magyarázós videó. Én a Diablo 4 sorsolása szeretnék nevezni, elolvastam a posztot, mégsem értem. Melyik részét nem érted? Hogyan kell suttogó üzenetet írni? Hogyan lehet a trófeát szerezni? Melyik része nem világos? Hogyan lehet egeret nyerni? Hogyan kell nevezni? Felkiáltál, hogyan nevez egyben?
Az a helyzet, ez eddig a legundibb dungeon. Már egy perce tart az út oda. Hát, hogy hogyan kell trófeát szerezni. Nézed a streamet és kapod a trófeát. Felkiáltál trófea ékezetek nélkül. Ha beírod ide a chatre, akkor ez kiírja. Kell. Ez nagyszerű. Na, másfél perc volt eljutni ebbe a dungeonbe. Borzalmas. Nekem annyi nem világos, hogy jelenleg mennyi trófába kerül egy-egy. Hát, játékoknál 100 szokott lenni, de lehet, hogy 250, de tárgyi nyereményeknél 250 szokott lenni egy-egy. Az a gond, hogy... hogy ilyen sajnos nincsen Little Khan, pedig amúgy menő lenne, hogyha a korzeres kuponkód lenne. Az nagyon király lenne. Sírért, szabér, jár extra trófea? A feliratkozók többet kapnak, de hogy mennyivel nem emlékszem. De nem izé 10-szer annyit. És... Subgiftér is jár trófea. Azt hiszem amúgy úgy van, hogyha feliratkozol, akkor azért... 500 jár? Nem tudom, valami, nem akarok hülyeséget mondani. Majd megnézem nektek, hogy hogy van ez. Ja, azt hiszem azt mondtátok, hogy a paypal-os támogatásért nem jár, de ez igazából az én saram, hogy az ott nincs jól megcsinálva. A tüzes pukkanós elemiket én is utáltam, de amióta ilyen gyorsanak, azóta nem zavar igazából. csak a búrás zavar nagyon. Lassan záródik egyébként a nevezés, szóval aki nem nevezett, de szeretne, az még annak még van egy perce. Suttog üzenbe felkiáltója a jegy, szóköz a felkiáltója a jegy, szóköz a jegynek a száma. 1 és 10 között. Suttog üzenet, ez a privát üzenet itt a Twitch-en. Per W szóközi enter volt szóköz felkiáltója a jegy, szóköz 1 és 10 között. De ez még az egér, ez nem a Diablo. Aha, Diablóért is trófánával lehet indulni, így van. Mondjuk a piros azt hiszem pont jöhet.
6 percnél tartunk. Az ott 3 cooldown csantos volt amúgy. Az ott nem tudom milyen volt, de nagyon gyorsan meghalt. Mikor tudjátok meg, ha végzünk ezzel a dungeonnal, akkor fogom lezárni. Amit akkor fogom kisorsolni. Amikor eszébe jut így, meg nem, ez... Amikor már benne vagyunk, akkor... Akkor csak nem felejtem el. Én eddig azt hittem a 65-ösen a 100k-s bonesphere az hú, de menő, erre te itt lövöd a millió pluszokat. Hát, ez egy ilyen sebzés, itt lehet nagyokat kritelni. Lehet nagyokat kritelni itt a bonesphere-el. Ez itt egy menet közben lesz? Legyen menet közben. Folyas nasz. Hihetetlen! Pont lemaradt elején? Na, shit, shit. Aki lemaradt és vagy nem nyeri meg, srácok, ne izguljatok, lesz még tárgyi nyeremény. Na, a rituális kamrába kell elmennünk. Jön a pályára a trófeám. Nézed a streamet, akkor azt hiszem minden 10 percért jár egy. Nem tudom, felkeltett trófea, olyan rég volt már, hogy ezt... ezt mondanom kellett, hogy már elfelejtettem. De a bot nem hazudik. Oké, azt hiszem megvan a kamra, hogy hova kell bemenni. Szóval időért is jár, illetve támogatásért is jár trófea. Na hát 9 perc 46. Ó, és még egy koponya is járt érte, tehát ez nagyszerű. A nyertes pedig nem más, mint Avenger. Avenger nincs itt, akkor újra kell sorsolni. Mármint, hogy gratula, Avenger, gratula. Rádírok egy A betűt. Igen, és kérlek, írd le neved, címed, ahova lehet küldeni, telefonszámod és e-mail címed. És itt szoktam poénkodni azzal, hogy bankkártyaszám és az ellenőrző kód is kell, de az nem kell amúgy. A gratu, gratu. Gratu, gratu. A héten szerintem még legalább 2 tárgyat ki fogunk sorsolni, ez 2 darab füles. HS55. HS55, azt tudom, hogy mindkettő vezeték nélküli.
azt hiszem valami H55-ök vannak. Illetve OnlyFans, VIP és a molos tankolókártya. Ó, igen. A ihenteres klubkártyát is küldöm mellé. Mert azt mondtad, A betűt írsz rám, de az csak egy A betű. Ez valami fake bot lesz. Akkor a miszkem, igen, igen, az én voltam. Csak elvitte a Twitch közben az ékezetet. Megsápolta. Hát, na, néha ráfél a nézőkre egy-két füles. Elnézést. Jó, ezt is eltesszük. Aspect jó lesz róla. Nem fullos, de hát jó lesz, egynek jó lesz. Jó. Corpse tendrilás. Jó, hát azok meg kukánk. Te szeretnél egy füles Deonétó? Vezetékkel vagy vezeték nélkül? Maradj az úton! Szia, Szelfirot! Szevasztok, srácok! Ó, oh, majdnem! Nem értem, hogy a rénszarvas miért... nyikorog. Ez valami bug lesz. Srácok! Mikor lett 5 pontom? Konkrétan ma nem is osztottunk ki Paragon pontot. Szánalmas. Na annyit lehet csinálni, hogy mivel itt már full range-es, ezért innen ezt levehetjük. Így van, és akkor így megvan a maxos intelligencia, tehát most már 6 pontunk van. És mi van? És működik az additional bónusz. És akkor majd onnan kell a következőt leszedjük. Itt pedig megyünk arra, hogy ütjük a health-iket. Ugye? Így van. 25%-kal több dam. 7,5%-a nagy critical strike damage. Damage to healthy enemies, damage to healthy enemies, és damage to healthy enemies. Tehát, hogy ez így most nagyon sok plusz dam lesz, srácok. Iszonytatosan sok plusz dam. Illetve el kell menjünk abba az irányba is, hogy damage to injured enemies. És 50% lesz, hogyha kirakunk még 30 dexet. Hát ez úgy nagyon jó. Ez a tábla Jézus. Ez a Paragon tábla. Ez egy kicsit vad, hogyha még nem láttátok a Paragon táblát, de nyugi. Egyszerű lesz, hogyha szépen lassan adagolja a játék. És még kérdezték is, hogy miért nem osztott ki őket amúgy komolyan. Hát... ignorálok neked. 30-asat biztos nem akarunk menni. Nightmare Portál. Na azt, nézzük meg. Na, Avenger, ne felejtsd majd elküldeni még ma ezeket az adatokat, hogy mi hamarabb tudjam neked postázni a nyereményedet. Közben nekem is meglett egyébként a drop, úgyhogy majd meg tudjuk nézni a druidának a trofiát. Mit is kell küldened? Név, cím, ahova küldhetem, telefonszám és e-mail cím. A telefonszám és az e-mail cím az értesítések miatt kell. Hogy akkor mikor hozza a futár meg ilyenek. 37-esen egységes, hogy olyan sztori küldetést kapok, hogy nem tudom megcsinálni, mert gyengusz vagyok. 45 körül a dungeon, amiben bedob. Lehet,
Hogyha csak a sztorit csinálted, akkor lehet. Érdemes Wurtyr 1-re menned, hogyha úgy sem megy, akkor pedig érdemes egy leveling buildre átmenned, úgy menni fog. Vagy, hogyha nem akarsz váltani, akkor érdemes mellékküldiket is csinálnod. Szia, Adria második! Haló, haló! De azért kell a telefonszámot, hogy hajnali 3-kor beleszuszogjak a telefonba, így felhívlak, és akkor azt mondom, hogy nem is mondok semmit igazából. Na, srácok! Diablo IV PC PC. Na és akkor 20 percetek lesz nevezni, jó? Tehát nagyjából 5-kor fogunk sorsolni. Tehát Diablo 4 PC-re lehet nevezni. Tehát mint hogy nem egy Diablo 4-es PC-re, hanem egy PC-re való Diablo 4-re. Ha nem világos a leírás, amit most oda dobott elétek a játék, akkor nyugodtan kérdezzetek és segítünk. Én nem mondtam semmit, Birdy. Valójában ilyesmi nem történt, amit hallottál. Akik a chatre írják azt, hogy felkeltel trofeák, az azt jelenti, hogy nem olvastátok el a leírást rendesen, mert a felkeltel trofeák, illetve a felkeltel jegyparancs is suttogó módban működik a e-hunter botra, azaz privát üzenetet kell írni. Ja, nem indítottam el a stoppert. Francba. Na majd most. Na és mit csinál neked, what the fuck? Mi lesz a menü, Adri? Uff, 2000 goldot most ott hagyunk. A sebesség oltárán áldozunk fel ilyeneket. Meddig fog tartani a nyeremény játék? 5-ig lehet nevezni rá, és 5-kor vagy 5 után egy kicsivel fogom kiválasztani a nyertest. A nyertesnek itt kell lennie, amikor... Az ami történt ott? Amikor megtörténik a sorsolás. Vagy egyébként újra sorsolunk. Ok. 5 darab ilyen kört rakott le, nem láttam, hogy merre kéne dodzsolni. Mézes mustáros csirke, na hát reméljük a legjobbakat. Andri. Oké, itt balra, mármint hogy jobbra kellett volna elmenni. Ez egy standard Diablo 4 lesz egyébként. Fú! Meg is lett a második drop? Na, gratulás, kacok! Egeret cserélek Diablo 4-re. Az igen. Rögtön.
Rögtön itt a honcottadás a kevenzsán. Ha van legalább 100 trófeátok, akkor tudtok venni egy-egyet. A felkérte egy szó közé egy szám a parancsal, ami 1 és 10 között lehet. És ezt a parancsot sútog özeltbe kell írni a botomnak. Szevasz, coolers! 6-as nyereményjátékozások vannak esetben. Meg lehet kaparítani a hűdemenő Diablo 4-en. A standard változatot természetesen. Meg kéne találnunk a pedesztálost, vagy rátegyem. Na hát ez hihetetlen. Legalább erre kell menni? Ura, de oké, hát figyelj. A mágus világban a botra suttogás, azzal nincsen gond. Úgyhogy csak gondold azt, hogy ez egy mágus világ. És már is nem fura a kérés. Ez itt event lesz? Nem. Ez amúgy 6 perc 33 óta megy, plusz 1 perc az odaszaladás. Kíváncsi leszek, srácok. Még 11 percetek van nevezni, srácok. Még 11 perc. Mi a kövi feladat? Ennyi? Ez itt már boss fight? Hát jó. Na hát akkor ez ilyen 8 perc volt. Vesét trófájra. De Osztriában is úgy van az állásirdetés, hogy nő, férfi, divers.
Ez nagyon izé előre mutató egyébként. Ausztriától. Ezeket meddig kell szintezni? 15-ig érdemes a nagyobb rádiuszért, utána is érdemes fejlődni, hogy még több bónuszt adjon. De 15-ig mindenféleképpen. Hogyha ott az int helyett Bone Spear lenne, akkor így nagyon jó lenne, de nem az van, úgyhogy szomorú vagyok. De amúgy ez várja, már így is jó, mert van rajta int. Ha a Bloodlance-t átrolloljuk Bone Spear-re, az nagyon jó. Végül is ez upgrade, hogyha sikerül Bone Spear-t rollolni. A Lucky Hit Chance helyett az int szerintem jó. Hát ez kuka. Ez kuka. De megnézem. Amulet, Move Speed, Cooldown Reduction, és utána Macabre, illetve Compound Fracture. Hát ez nincs rajta. Ja, ez offos, offos. Ja, így van, kanyász. Csak nézni kell a streamet, ahogy Astro is mondja. Well, I would like that. Egér ki lecsorsva? Így van, így van. Avenger nyert. Atlas Prince nevezetű egyén nyert. Még 8 percig lehet nevezni. Még 8 perc, srácok. Még 8-as perc. És a top mutizal, gyorsban kíváncsi vagyok a crit chance-re és a damodra. Persze. Nem tudom amúgy ez a crit chance mi alapján változik. Van, amikor 42 volt, valamikor 39 egész, nem tudom mi. Nem tudom. Nem tudom mi az a változó, ami miatt ez folyamatosan, amikor kérdezitek, hogy mutassam meg, akkor így változik. Jaj, hogy a crit strike damja az? Hát igen, az 400%. Igen. Hát igen, az egy kicsit meg van tolva. De csak egy kicsit. Ez nem sok, na? Jó, és akkor azt mondja, hogy Potion Breaker, Attack Speed, Volcanic, Gold. Amúgy goldos 30%-a több gold, amúgy nem ad annyival többet. Most ad 1 milliót, hát az semmi. Vagy most azért az jó. Nézzük már meg. 13 milliónál vagyunk, most nyomjuk le ezt. Ez az a dungeon, ahol a mágusok mennek, hogy megszerezzék a hunterek isteni ilyet. Nem. Ez nekik a class dungeonjük, hogy enchantolják a képességet, vagy empowerjék, nem tudom. Ez nagyon klassz egy dungeon, bizony. Enchant? Akkor az. Még 6 és fél percig lehet nevezni, srácok. Ú, jó páran vettetek amúgy 10 jegyet, most nézem. Hát nem látom, hol van? Ott van. Jó kis channeling shrine, ami még körz is.
Mit akar a Discord bérlet? Ha nem vagy feliratkozó, akkor rálátsz az összes Discordos szobára. Ebben az évben. Ó, hát Astro már le is írta. Köszi szépen, srácok. Ha feliratkozó vagy, és kiváltod a bérletet, akkor úgy még menőbb leszel. Igazából ennyi. Ha feliratkozó vagy, vagy hogyha Discordon megboostolod a szervert, vagy hogyha Patreonos támogató vagy, vagy hogyha bérleted vagy, akkor mindenhez hozzáférsz egyébként. $1,334,000. Ezt meg kell nézni, tehát 4 óra 55, illetve a 4 óra 5-öt meg kell nézni, hogy melyik a nagyobb. 1,400,000 volt, vagy az 1,300,000 volt a nagyobb. $1,200,000. Itt most ez micsoda? Ha van Amazon Prime-od, akkor tudsz csinálni belőle Prime-os feliratkozást, igen, igen. Annyi, hogy a Prime-os feliratkozás, az neked kell figyelned, hogy most lejárt-e éppen, vagy nem járt le, mert az nem újul meg automatikusan. Mármint, hogy az Amazon Prime az megújul nyilván, viszont a Twitch Prime-os feliratkozás az, az nem. Az, az a hátránya a Twitch Prime-nak. De amúgy igen, tehát az Amazon Prime-hoz, illetve a Prime videós előfizetéshez jár a Prime Gaming, amivel van az ingyenes feliratkozás. Az amúgy idehaza az megérős, nem tudom, hogy mármint hogy a Prime videó, mert hogy ez gyakorlatilag 900 forintért van ingyenes feliratkozásod. És még hozzáférsz a Prime videóhoz is. Az ugye olcsóbb, mint a 4 eurós feliratkozás, és mégis ugyanannyival támogatsz, mint hogyha 4 euróval iratkoznál fel. Csácok, még 2,5 perc. Plusz-minusz, hát igazából mínusz nincsen, de hogy plusz pár perc, hogy amíg még éppen nem befejezem a dungeont, meg ilyenek. Au, au, au. Az Amazonos rendelés miatt van Amazon Prime-om, az 9 euró havonta, és az mit csinál egyébként az Amazon Prime, mivel jobb Prime-mal rendelni, mint hogyha nem lenne Prime-od? Vagy hogy több mindenhez férsz hozzá, vagy hogy van ez? Bot kezdje, 5 és 5 jegyet veszel? Ha úgy csinálod, hogy veszel 5-öt, aztán még veszel 5-öt, akkor az 10. És nem 5 összesen. Nem szállítják ki, és nincs szállítási költség. Ó! Oh. Otthon... Hogy olyan olcsó? Itt németben 90 euró egy éves Prime. Mert hogy itthon 900 forint a Prime videó. Tehát ez nem az Amazon Prime, ez csak Prime videó. De nem tudom egyébként az éves költségeket.
De igen, ez amúgy biztos, hogy ilyen regionális árazás a 900 forint. Hát ez 7 perc, ez nagyon jó. Ja, és vannak ilyen izé, lootok, tehát a játékot is kapsz a Prime Gaming-el, in-game izéket, cuccokat, a LOL-ba, meg a mit tudom én hol. Na nézzük, srácok, tudom, hogy nagyon izgultak, hogy vajon ki nyeri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ember vett 10 jegyet. Wow. Na nézzük. A Belfegor 77-es számú jelentkező nyerte meg a játékot. Belfegor GAG-hez. GAG-hez. Már megint nem figyeltél? Fish. Hát, akkor erről most lecsúsztál. De szerintem még lesz egyébként a Diablo sorsolás ebben a hónapban. Ha erre rollolnék, srácok, Critical Strike Damaged Bone Skill-el, az nem lenne jó, az kevés lenne. Ha a Damage to Injure Enemy helyén lenne Bone Spear, akkor jó lenne. De erről kettő stat hiányzik, a Bone Skill-es Critical Damage és a Bone Spear. Jaj, kuka. Ez is amúgy valami fullos aspekt. Az lovas. Oh my god! Végre! El se hiszem, hát nem csak hogy Belfegor nyert, hanem a Jánter is. Végre! Hát el se hiszem. Na akkor most már csak egy. Egy. Aspekt kell. Egyetlen egy aspekt kell. A Lucky Hit adjon a Vulnerable-okból 30 kötőjel 50 Essence-t. Már csak ez kell. Édes Istenem, végre! Végre! Végre. 100 óra gameplay után végre kiesett. Hú. Na ezt valami fullos gyűrűre kell rárakni, most már csak azt kell várjuk, hogy legyen fullos gyűrünk, és akkor mehet. Azt nézem, hogy ez nem jó, ez kuka. Milyen item típusokon lehetnek plusz skill-es statok? Milyen item típusokon lehetnek plusz skill-es statok? Ezt most nem értem, ne haragudj. Na, Belfegor, figyelj csak, rádírok, hogy A betű, és tudod, mire van nekem szükségem? Ja, na ezt nem tudom. Jó, most már értem. Tehát a skill 1-2 level. Nem tudom. Ezt nem tudom. Be kell jelöld a e-hunter hashtag 2587-eset, de rádírom, hogy kit kell bejelölni. E-hunter hashtag 2587. És rám kell suttogd azt a Battle.net accountot,
ahova küldhetem a giftet. Tehát be kell jelölj barátnak. És akkor, hát most van hétfő, szerintem ilyen csütörtök pénteken tudom elküldeni, mert Battle.net-en kell a barátság, barátoknak kell lennünk. Mit nyert be? Fegor egy Diablo 4-et PC-re. Az Egeret Avenger nyerte. Atlas Prince. Ott van. Ott van a legértékesebb. Ott van. Nagyszerű. Dark days upon us. You need a proper weapon. My bags are full. Na. Most tudjátok, mit kéne csinálni? Meg kéne mutassam nektek a dolgokat. Elmegyünk a Helltide-ra, mert ott biztos vannak eventek. Gratula, Belfegor, és neked is. Avenger. Amúgy a Sacred Unique Itemből is ki lehet, nem, a Unique-okból nem lehet kivenni semmit. Kösz. És hol van egy legendás? Sehol? Kösz. Kösz játék. Nem, unikokból nem lehet kivenni semmit. Ez volt a becsapós kérdés. Sajnos a felvételén elbuktál, Konix. Most obolokat akarok szerezni, srácok. Hogy ki tudjak venni nektek egykezes axot. Mennyibe kerül egy egykezes fegyver, srácok? És azt próbálom megnézni amúgy, hogy hol vannak az eventek. Hát azt mondja itt a játék, hogy... Ez amúgy én most mi, amit itt csinálok? Hát ez nem is Helltide. Nézzek, össze-vissza mutatja itt a játék, kösz. Most akarom megkezdeni, de azért nem egyszerű a Diablo 4. Hát, de tényleg ez csak azért nem egyszerű, mert már néztél róla a streamet meg videót. Azért nem egyszerű. Jó, mindegy, akkor itt körözünk egy kicsit, aztán hátha találunk eventet. Van valami linketek, hogy hol lehetnek eventek? Ugye a teljes pályán, vagy... Lehet, hogy a map genie-n van amúgy, várjatok csak. Menj már innen! Remélem, üzenet megmarad, és be tudlak kerülni, telefon apról nem megy. Elvileg a suttogásom után 24-48 órátok van. De hogyha nem megy, holnap szólsz, és akkor... intézzük. Aha.
Map Genie-n látszódnak egyébként, hogy hol vannak az eventek. Oké, akkor oda megyünk. Tehát most eventekre vadászunk, mert obolok kellenek. Az obolokból veszek egykezes axot. És akkor úgy meg tudom nektek mutatni a mai dropot. Blood is the key. Blood is the key. Ez ugye a trailer videóban is benne van. Most konkrétan azt csináljuk, amit a trailer videóban csináltak az arcok, hogy kiszabadítsák Lilithet. Az obolok mire jók? A Curious Vendornál tudod őket elkölteni. Silent chesteket tudsz nyitni a Whispering key-ekkel. Ez a gamblingezés gyakorlatilag a játékban. Blood is the key. Meg lett mind a kettő drop? Na, gratulál. Gratulál hozzá. Nekem is szerencsére meg lett mindkettő. Így az első nap. Na, a következő hely az ott lesz. Szóval az obolokat el kell költeni, mert simán lehet legendary itemeket is nyitni. Már kis szinten. Ami elég durván megdobja a fejlődéseteket. Milyen vendor? Curiosity. Egy zsákot keres kérdőjellel. De mindjárt megmutatom amúgy. Ez csak. Második sor, második ikon. Zsák, pénzzel és egy kérdőjellel. Gyakorlatilag igen, a kadala. Így van. Szervusz, Jockey Joker. Akkora rajok vagyunk, akkora királyok vagyunk, srácok, hogy alulról elpusztítottuk a tornyot. Elég jó, 5-ből egy legót adott nekem átlagos. Nagyon jó, tehát nagyon jól dobálja a legendary-t. Szerintem is. Én abban bízom, hogy a druidával, level 1-es druidával ki tudom nektek nyitni. Valaki más is itt van rajtam kívül. Na, még szerzünk, azt mondja, hogy... Következő... Üdvözölnek közben. Azt mondja, hogy oda érdemes lenni. Hello. Ne viccelj, Gremori, szívesen. I need time to do that. Nem a lovat lehet megnyerni, a ló az subgiftes. Na, nézzük a kövit. A kövi ott van.
That was not bad. Mindig neked nagy damage ez a... Mindig rejtél neked ez a nagy damage? Hát igazából a critical strike damage-re megyünk rá ennyire. Nagy kritelések és critical strike damage növelések. De ma este felmegy majd a build magyarázós videó, aztán igazából azt szerintem nagy segítség lesz sokaknak. Kapta! Jó. Na. Nézzük. Következő. Thank you. A következő az messze van, ahhoz oda kell menjünk. Én amikor próbáltam a Bone Spear-t D-ket, ja 52-es szinten 3k damage-e pofán nevetett. Ja, hát mert tényleg ez sok összetevős, tehát egy Bone Spear alapból nem fog sokat sebezni. A Bone Spear csak akkor fog sokat sebezni, hogyha köré építed a buildet. Ez gyakorlatilag köré van építve. Ez a build olyan. Most amúgy van 300, de én még akarok gyűjteni, hogy puti meg legyen az egykezes axe. Az akkor most egy event, csak már nem mutatja. Akkor ez egy event volt. Akkor jó. Na, mehet a kövi. Azt mondja, a kövi ott van. Jó, van amúgy nem is vészes ezeket az eventeket farmolni, mert valószínűleg Torment 4-en a kutya se csinálja ezeket az eventeket. Very big obol farming in this channel, guys. Vertir 4, igen, lehet, hogy Torment 4-nek mondtam. Ja, be kell először aktiválni. Blood is the key. Hogyan, vagy mikor nyílik meg az új paragon oldal? Hát, hogyha az attachmentre rányomsz, az összekötő gombra rá kell menni. Blood is the key. Mindjárt mutatom amúgy. Tehát rányomsz arra az attachment pontra. Állokkolod és ráklikkelsz, úgy tudsz menni a következőre. Igazából ennyi.
Mexikó jobban a legnagyobb bomba. Te vagy már egy Mexikó jobban, Bonzo. Szevasz, Belfegor, és gratul annyi reményedhez. Ismét, ismét csak. Steppe fetish mask, Steppe fetish mask. Szóval egy fetish maskot szereztünk, gondolom ez egy olyan cucc, amit így rá tudok tűzni. Rá tudok tűzni a lovamra. Ott van. Wow, de jól néz ki. Na jó, hát ez... ez rohadt menő. Itt a fejem fölött. Sámán kaszt van-e? Persze van. A WoW-ban. Jó, hát akkor... akkor oké. Okay. Ja, ott meg biztos nem megyünk át. I need more time. Oh, igen. Oh, igen, ez... ez itt a 110 faction érzet. Oké, megvan az öt. Még van 20 másodperc. Hat másodperc. Én is nekrova játszok, a T3-as vagyok, de végig számon build-el nyomtam. Szerinted itt magasabb szinten is megállja a helyét, vagy át kell álljak Bone Spear build-re? Egyébként eddig egyébként nem volt gondom a számonnal. Hát figyelj, hogy nekem se volt gondom a szám, mármint hogy de voltam úgy, mert zavart, hogy nem tudom irányítgatni a mobokat. De hogy ameddig úgy érzed, hogy tudsz vele haladni, addig okés. Én Torment? Vörtér 4-en is el voltam amúgy vele. Jól lehetett ütni a bossokat, 20 akárhányas szintű Nightmare Dungeon-t is le tudtam vele csapatni, úgyhogy igazából okés, csak hát az irányítás a skeletonoknak szíves. A golemről meg nem is ne is beszéljünk. Max Life, Corpse Explosion és Damage Reduction kéne. A torn helyre Damage Reduction kéne, és akkor ez egy jó nadrág. Hát. Csak Corpse Explosion 2 van rajta. Jól van, akkor széttörjük. Nem ámítom itt magam.
Na, megnézzük, srácok, hogy ki tudom-e venni a druidával az egykezes axot, hogyha igen, akkor örülök, és meg tudom mutatni nektek a Twitch dropot, hogyha nem, akkor szomorú leszek természetesen. Ehhez újra kell indítanom a játékot, úgyhogy pillanat, mert úgy kapom meg egyébként a trofit a hátamra. Úgyhogy pill. Ma fog egyébként felkerülni a build magyarázása a YouTube-ra, szóval hogyha valakit az érdekel, akkor majd meg tudja nézni. És hát ha segít. Tehát a Bonespear-t, hogy hogyan kell nyomni, miért így épül fel a build, ahogy felépül. Vannak-e tanácsai kezdő streamereknek? Nincsenek, de Bly-nak vannak ilyen stream tippes videói, úgyhogy azt tudom javasolni. Na gyerünk, Laci! Gyerünk, Laci! Mutasd meg a világnak. I cannot do that here. Na, Laci. Azt mondja, hogy Axe. Ez ennyi volt? Nem tudom, akkor... nem tudom, hogy akkor miért vettem többet. Nem tudom, hogy miért vettem többet Lacival. Na, szóval Laci ott jelzi, hogy új skin van, az a jel az azt jelenti, meg az is azt jelenti, illetve... Meg amúgy ott, ha nem ilyen közel lennék egymáshoz, akkor azt is mutatná, hogy ott van egy kis plusz jel rajta, hogy van egy új skinünk. Hát ez nagyszerű. Szóval van egy új skinünk, méghozzá az Azure Head Cleaver. Szóval hogy ezt kapja a druida, hogyha megszerzitek az első droppot, a 3 órásat. És itt van a második is, ez pedig a 6 órás, azaz a 3 plusz 3 órás. Egy ilyenje van a druidának. Köszi egyébként a tippet a fejszével kapcsolatosan. Szóval az a fejsze, ránagyítok. Jó, hát akkor nem így nagyítok rá. Szóval ezt a fejszét lehet megszerezni. És ezt a trofit. Ez a Twitch drop. Az alul levő csík kinézetén lehet változtatni, mert láttam más kinézetben is, vagy az modolás csík kinézet, ez sárga, hogyha level 50-ig mész, és kék, hogyha paragonokat szerzel. Tehát level 50-estől ez a csík kék, és 100-ason pedig ismét sárga lesz, hogyha jól tudom. De majd kijavítanak a többiek. Az Axe passzol nekem a backre, majd össze kell rakni valami más transmogon. Hát, nem tudom. Nekem amúgy annyira nem nyert el a tetszésemet ez az Axe. De amúgy ez a trofi se, tehát, hogy így. Jó, mondjuk nem nagyon nézegettem druida szeteket, szóval... Ja, hogy arra gondolsz, hogy legyen konzolos a hood? Lehet, persze. Azt mondja, hogy hood left corner, elmented, és akkor oda átkerül. És akkor így néz ki, mint a konzolos. Ugye a konzolos azért ilyen, mert hogyha mi az couch gamingeztek, akkor a második playernek meg itt lesz a hoodja, itt jobb oldalt. De ez nincsen PC-n, szóval hogy... Ja.
Na hát, remélem, hogy tudtam segíteni nektek, srácok, így a dropokban, mind abban, hogy kiszedjétek így az első nap. Mind abban, hogy hogy néz ki, és hogy megéri-e nektek kiszedni. Élveztem egyébként a mai menetet. Azt sajnálom egyébként, hogy a glyphekkel nem tudtam úgy haladni, ahogy szerettem volna. Az volt a terv, hogy ma mind a hármat 15-re felhúzzuk, de ehelyett csak annyit tudtam elérni, hogy egyet felhúztunk 15-re, és egy másikat pedig felhúztunk 10-re. Nem voltam hatékony először a Bloodrinker szintezés alatt, de szerintem a Sacrificial alatt már jók voltunk. Én ezt streamen kívül valószínűleg meg fogom csinálni, hogy mindhárom 15-ös legyen, és remélhetőleg tudok majd szerezni olyan gíreket, hogy meg tudjunk nézni más buildeket legközelebb, mert hogy a hétre én már nem írtam be Diablo streamet, de hát tudjátok, a streamek 10-kor szoktak kezdődni, és előttük még, mármint hogy a 10 előtt még lehet, hogy diablózni fogunk, szóval ki tudja, meglátjuk. De hogy hivatalosan a menetrend szerint ez volt az első és egyetlen stream a héten, ami diablós. Hát tudom, ez most nagy érvágás az előző héthez képest, de hát 80-as vagyok, amit meg tudok nektek még mutatni nekroval, az, hogy milyen, hogyha más build-el játszok, ami nem a Bone Spear-es, milyen Nightmare Dungeon szintet tudok egy adott build-el lemenni, és a story mission-ok. Meg az újdonságok, érdekességek, hogyha esetleg arról beszélnek. De szerintem amúgy így kimaxoltam a dolgot. Annyit lehetne még csinálni, amit nem akarok. Lehetne level 100-ra rasholni, és lehetne más karaktert kipróbálni. De egyrészt a 100-as szint nem érdekel, a másik karakter az meg nagyon érdekel, viszont akkor sose fogom befejezni se a Zeldát, se a Witchert, se a Darkest Dungeon-t, meg nem néznék bele a Vampire Survivors újabb patchébe, és a Fortnite új szezonjébe se, pedig amúgy ezek is érdekelnek. De ne aggódjatok, hogyha jön az új szezon, akkor úgy meg lesz pergetve, mint most a megjelenéskor, vagy még annál is jobban. Ez a build, ez lesz a guide, van, maxroll.gg-n van, de ma este fog felkerülni a magyarázó videó, hogy mit, miért, hogyan, merre, hány méter. Úgyhogy... Hát ja, Egeret is tudtatok most nyerni, meg Diablót is, jövő héten is lesz stream a dropok miatt is. Úgyhogy jövő héten hétfőn lesz a tervezett következő Diablo stream, amikor a barbárhoz tudjátok kiszedni a droppokat. PvP pont kiváltható mount armorokat meg ruha kinézetet nem akarsz tolni? Nem. Meg kéne néznünk a PvP-s területet, amúgy ja. De annyira nem izgat a dolog, de amúgy meg kellene. Lett egy ilyenünk. Egy ilyen fétis maszkunk. De ez a decaying shaman koponya, ez jobban tetszik. Remélem, hogy élveztétek a mai menetet, a mai diablózást. Szerintem különösen jó volt.